Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Egyre nagyobb szerep hárul a pilóta nélküli légijárművekre, azaz a drónokra a mezőgazdaságban és az iparban is. Hamarosan jövünk a részletekkel, előtte mutatjuk a teljes kínálatot. Életműdíj. Durkó Mátyás emlékéremben részesült dr. Kerülő Judit. Elindult az albérletvadászat, drágultak az ingatlanok és a kínálat is nőtt. Drón bemutató Nyíregyházán egyre nagyobb szerep hárul rájuk. Idén is megrendezték a Debreceni Egyetemen a Durkó Mátyás emlékkonferenciát, ahol hagyományosan átadták a Durkó Mátyás emlékérmet is. Ezt ezúttal a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott oktatója, dr. Kerülő Judit kapta. Az életműdíj azoknak a művelődéskutatás területén tevékenykedő szakembereknek adományozható, akik olyan eredmények felmutatására képesek, amelyek segítik szakmájuk tudományos közéletbe, felsőoktatásba való integrációját, és hozzájárulnak a tudományos utánpótlás fejlesztéséhez is. Vendégünk a stúdióban dr. Kerülő Judit. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Mindenek előtt szívből gratulálok ehhez az elismeréshez, és azt gondolom, hogy az ön életútja mindenben, minden feltételben maradéktalanul eleget tesz ennek a díjnak az elnyeréséhez. Köszönöm szépen a gratulációt, és jó hallani, mert őszintén megmondom, én egyáltalán nem számítottam erre a díjra, és ennek a díjnak a rangját még az is fokozta, hogy minden kollega tudott róla, hogy én kapom, és mindenki titokba tartotta, hogy a meglepetés öröme is meglegyen a díjátadásnál. Úgyhogy én magam nem is gondoltam arra, hogy én ezt a díjat megkaphatom. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb elismerés, hogyha a kollégák együtt őszintén örülnek annak, hogy egy ilyen elismerést, egy ilyen díjat elnyer. Igen, és jó volt látni, persze ez már az életkornak is jár, hogy kb. 200-an voltak a megnyitó ünnepségen, ezt hagyományosan a konferencia megnyitóján adják át, és hát a közönség felállt. Aztán persze kiderült, hogy a nagy részét tanítottam, tehát volt tanítvány, akik ültek ott, és olyan jó volt látni, hogy mindenki örül. Egyrészt annak, hogy én mennyire meglepődöm, nem is, tényleg nem gondoltam rá, másrészt pedig az is jó volt látni, hogy mindenki őszintén gratulál. És a másik kuriózum, a másik vége, hogy én úgy tudom, hogy ön még együtt dolgozhatott a Durkó Mátyással. Hogyne. Illetve tanította. Igen, én talán az utolsók egyike voltam, akit professzor úr tanított, és valóban egyrészt tanítványként is találkoztam vele, aztán később kollégaként. És ő mindig olyan büszkén mondta, hogy én tanítványa vagyok. Nekem meg nagy büszkeség volt, hogy ő egyrészt ismer engem, másrészt emlékszik rám. Hozzánk is még, akkor még Besélyőr tanárképző főiskolára eljött, oktatott egy kicsit, de ez inkább már csak egy ilyen tisztelet volt. Azt gondolom, hogy nagy tekintélye volt, és hát Magyarországon a kulturális szakember képzés megalapításának ő volt a legnagyobbja. Menjünk vissza egy kicsit a kezdetekhez. Hogyan indult ez a pálya? Hogy keveredett egyáltalán a művelődés szervezés a közművelődés területére? Ez tényleg érdekes, és a véletlennek nagyon sok szerepe van. Amikor én érettségiztem, akkor még csak egy helyre lehetett jelentkezni a felsőoktatásban, és én szerettem volna német szakos tanár lenni a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemen, de valószínűleg nem gondoltam én át komolyan, tehát nem sikerült a felvételim. Majd úgy gondoltam, hogy miután szembe lakok a Bessényi György tanárképző főiskolával, hogy megnézem, hogy ott milyen lehetőségek vannak. A földrajzot azt mindig nagyon szerettem, és akkor volt a földrajz népművelés szak. Fogalmam nem volt, hogy a népművelés szak ez mit akar. Viszont megdöbbentő volt, hogy 12-szeres volt a túljelentkezés, aminek az lett az eredménye, hogy egy rendkívül erős csoportunk volt, egy kimondottan tanulós, motivált csoport, és akkor ismerkedtünk meg a debreceniekkel, a Durkó tanárúrral, és olyan szóváróba figyeltem, hogy Istenem, milyen jó lenne debreceni diáknak lenni. És aztán később, amikor befejeztem itt a főiskolát, akkor jelentkeztem egyetemi szakra, és
És úgy kerültem a tanításhoz, hogy visszamentem akkori a későbbi főnökömhöz, dr. Mankó Máriához, hogy kérjek anyagot az államvizsgára való felkészüléshez. És ő kérdezte, hogy hova járok, mondtam, hogy az egyetemre, és mondta, hogy nem lenne kedvem szeptembertől itt tanítani. Hát nekem lett volna kedvem, csak akkor volt a kisebbik fiam 9 hónapos, de úgy gondoltam, hogy ezt a lehetőséget én ezt nem hagyom ki, úgyhogy így kerültem, ki sem merem mondani, 1985. szeptember 1-jével a kulturális szakemberképzésbe, és végigmentem a tanársegéd, adjunktus, docens, főiskolai tanár, minden, a felsőoktatásban tulajdonképpen minden lépcsőt bejártam. És azt gondolom, hogy azt a fejlődéstörténetet, vagy változástörténetet is, amin ez a szakma keresztül ment, azt is végigkísérte. Honnan, hová jutott el? Most már közösségszervezésről beszélünk. Így van. És ez a változás, ami akkor nekünk mindig nagyon rosszul esett. Ugye előbb a népművelőképzésből lett művelődés szervezőképzés, majd a művelődés szervezésből andragógus, tehát felnőtt oktató, és aztán lett közösségszervező. Ez azt jelentette, hogy szinte mindig nulláról kellett kezdeni, át kellett dolgoznunk a tantervet, át kellett dolgozni a tartalmát, ami utólag végig gondolva nagyon jót tett a képzésnek, mert mindig egy tartalmi megújulást is igényelt. És mindig megpróbáltuk a munkaerőpiac igényeit figyelembe venni, és valóban, amikor minket azzal bíráltak, hogy nagyon sok mindent tanulnak a hallgatók, hogy jobb lenne, hogyha fókuszpontokat jelölnénk ki, később kiderült, hogy a munkaerőpiac ezt nagyon díjazza, a több lábon állást, és én azt tudom mondani, hogy a volt hallgatóink nagy része nagyon jó emlékszik vissza egyrészt a képzésre, másodszorban pedig a munkaerőpiacon tudta hasznosítani azokat az ismereteket, amelyeket tanult. A közösségszervezés most azt gondolom, hogy azt az igényt, azt a társadalmi igényt próbálja kielégíteni, ami a kulturális szakemberképzésben most pillanatnyilag szükséges. Én úgy látom, hogy egy nagyon széles látókört igényel ez a szakma. Miközben, és remélem nem bántom meg vele, gondolom szembesült már ezzel, hogy a kívülállók sokszor büfészaknak hívják a művelődés szervezőtől kezdve most már a közösségszervezőt. Mégis mi mindent kell, milyen ismereteket kell elsajátítaniuk a hallgatóknak ezen a szakon? Valóban nagyon sokat mondták a büfészakot, na most ilyenkor az ember még inkább megrázza magát, és még több, még inkább odafigyel a képzésre. Hát valóban van egy nagyon széles társadalmi ismereti alap. Ezt, akiket tanítottam, tudják, hogy a szociológia, demográfia ismeret. Én azt gondolom, hogy egy új környezetbe kerülve, amikor az ember fiatal, nélkülözhetetlen. És aztán van a kulturális szakmai ismeretek, a szervezéstől kezdve a menedzseri ismeretekig, a vezetés elméleten keresztül sok minden, és nagyon sok gyakorlat. Na most, ha megkérdezünk egy hallgatót, hogy elégedette a képzéssel, akkor 10-ből 11 azt fogja mondani, hogy nem elég gyakorlatias. Mert ugye úgy képzeljük el, én magam is úgy képzeltem el, hogy kimegyünk a munkaerőpiacra, és másnap 100%-osan el tudjuk látni azokat a feladatokat, amelyeket ránk bíznak. Hát mi meg azt tanítjuk a hallgatóknak, hogy az alapot mi megadjuk, és utána a továbbképzéseken szerezzék meg ezeket az ismereteket maguk. Én azt gondolom, a mai világban szinte lehetetlen úgy felkészíteni egy fiatalt a munkára, hogy ott már abszolút munkaképes legyen. A ma megszerzett ismeret az 3 év múlva már nem biztos, hogy aktuális, vagy legalábbis alkalmazkodni kell az új igényekhez, és éppen a tanulékonyság, a rugalmasság, a nyitottság az, amire nagyon nagy szükség van. Mi is így gondoljuk, és tényleg nagyon arra ösztönözzük a hallgatókat, hogy az alapokat sajátítsák el, és aztán később meg egyéni továbbképzéssel, élethosszígtartó tanulással valóban meg tudják szerezni a szükséges pluszt. Milyen oktatónak ismerik a hallgatók Kerülő Juditot? Hú, ez jó kérdés. Én azt tapasztalom, amikor olyan hallgatókkal találkozom, akiket 20-25 éve tanítottam,
hogy nagyon szívesen emlékeznek vissza a nálunk töltött időkre, sőt, olyan hallgatókkal is, akiket azt szoktuk mondani, nem a szorgalmukért szeretjük, ők is elmondják, hogy mennyire jó volt az, hogy megkapták ott esetleg azokat a pofonokat, amelyeket akkor megérdemeltek. És komolyan kellett venni a képzést. Én azt gondolom, hogy a hallgatói visszajelzések közül, hogy nincs rossz véleményük a munkámról, és én meg imádtam, meg imádom most is a hallgatókkal való együttlétet, mert azt tartom, hogy ez az embert fiatalon tartja, vagy fiatalabbnak érzi magát, mint az életkora. Mi az, ami az ön számára a legjelentősebb, a legfontosabb, vagy a leginkább a szívéhez közel álló ebben a 40 évben? Hát a hallgatókkal való közös munka. Tehát látni azokat a sikereket, amelyeket úgy gondoljuk, hogy amiben mi is valamilyen részt vállaltunk, ez nagyon nagy öröm. A hallgatók, tehát a felsőoktatás attól más, mint a közoktatás, hogy mi itt teljesen egymástól is tanulunk. Nagyon jó beszélgetések, viták vannak, a hallgatók inspirálnak minket arra, hogy folyamatosan fejlesszük magunkat, és ez nagyon jó érzés. Amikor megkérdezik az embert, még most is, 30 év múlva is, hogy ő ezt a területet szeretné, én mit szólok hozzá. 30 éve nem láttam, ennek ellenére kikérik az ember tanácsát, ez azért jó dolog. Vagy amikor azt érzi az ember, hogy mondjuk őt választják szakdolgozat témavezetőként, vagy én most doktori képzésben is benne vagyok. Tehát, hogy a doktori képzésben is fontos az ember véleménye. Azért az ember hiú, és ezek a visszajelzések azt gondolom, hogy mindenkinek jól esnek. Nyugdíjas, de azt gondolom tele van még tervekkel. Így igaz, valóban nyugdíjas vagyok, de még oktatok. És ugye van egy másik terület, amivel életkorom miatt most foglalkozom, ez a szeniorok oktatása. Tehát van egy országos nagy mozgalom, ez a Senior Akadémia, ami az 50 pluszosoknak egyrészt a közösség szervezését és ismeretterjesztését vállalja föl. És nekem olyan témáim vannak, hogy hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket, és emlékezett figyelemfejlesztés, egyáltalán az időskori, aktív időskornak a megőrzése, úgyhogy ez az a másik terület, tehát elég sokat járom az országot, és tartok ilyen előadásokat. Mennyire látja sikeresnek ezt a programot? Nagyon sikeres. Egyrészt azért sikeres, mert nem az időskor nehézségeiről beszélünk. Hanem a lehetőségekről. Játszunk gyakorlatokat, elég komoly gyakorlatokat, képességfejlesztő gyakorlatokat közösen végzünk el, és benne van a játék és a siker, nagyon szeretik a résztvevők, és én azért is örömmel megyek, mert engem is mindig inspirál, hogy újabb és újabb feladatokkal, gyakorlatokkal kápráztassam el őket, úgyhogy én is élvezem. Bízom benne, hogy az én szellemi frissességemet is elősegítik ezek az előadások. Dr. Kerülő Judit, további is sikeres és nagyon szép éveket kívánok a munkájában és a magánéletben egyaránt. Köszönöm, hogy a vendégünk volt ma. Én is köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést. Elindult az albérletvadászat Nyíregyházán is. Az ingatlan.com szakértője szerint nem csak az egyetemisták, hanem az ideérkező munkavállalók is ideiglenes otthont szeretnének, de a lejárt szerződések miatt is többen keresnek kiadó lakást ilyenkor. Az árak a tavalyihoz képest itt 10%-kal emelkedtek, emellett a kínálat nőtt a piacon. Már tavaly év elején elindult az albérletpiac átrendeződése. Akkor nagyobb volt a kiadó lakások iránti kereslet, mint a kínálat. Ennek eredménye pedig mostanra gyűrűzött be. Nyíregyházán is drágultak a bérleti díjak. Idén július végén már 10%-kal többe kerülnek a kiadó lakások, mint egy évvel korábban, és Nyíregyházán is egy átlagos kiadó lakást kereső fiatal, akár a Nyíregyházi Egyetemre bekerülő egyetemista, átlagosan 160 000 forintért tud kiadó lakást bérelni, az egy évvel ezelőtti 130 000 forintos átlagos bérleti díj helyett. Ez persze nem jelenti azt,
hogy mindenkinek ennyire mélyen kell a zsebébe nyúlni, hiszen ezek átlagos értékek, amik a tulajdonosok kínálatában szerepelnek. Egy-egy olcsóbb lakást, tehát egy 40 négyzetméternél kisebb kiadó lakást átlagosan Nyíregyházán 130 ezer forintért kínálnak bérbeadásra. Azok számára, akik még ennyit sem szeretnének költeni a lakhatásukért az egyetemi évek alatt, lehetőségük van szobát bérelni, ezeknek a díja Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye megyeszékhelyén 50 ezer forint havonta. A legmagasabb bérleti díjak Nyíregyházán 520 és 650 ezer forint között mozognak havonta. A drágább ingatlanoknál az is bevett gyakorlat, hogy többen bérlik azt, csökkentve ezzel az egyfőre jutó díjat. Nem csak egyetemisták, hanem a munkahelyteremtő beruházások miatt munkavállalók és a lejárt szerződéses bérlők is keresik ebben az időszakban a kiadó házakat, lakásokat. Országos viszonylatban pedig Nyíregyházán és környékén kedvezőbb a helyzet a bérlők számára. Általánosságban véve azt lehet mondani, hogy azok, akik Nyíregyházára költöznek, például az egyetemi éveik alatt szerencsés helyzetben vannak, mert vannak olyan egyetemvárosok, adott esetben akár Nyíregyházától nem is olyan messze, például Debrecen, ahol az átlagos bérleti díj már 230 ezer forinthoz közelít, és ez alig egy hajszállal van elmaradva a fővárosi 250 ezer forintos átlagtól. Ebből az látszik, hogy Nyíregyházán gyakorlatilag még a debrecenihez képest is közel 100 ezer forinttal olcsóbban lehet bérelni, ami főleg az egyetemisták számára lehet jó hír, hiszen ők, még ha vállalnak is munkát az egyetemi évek alatt, nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, hogy az ilyen igen magas bérleti díjakat kigazdálkodják. Az is látszik, hogy ebben az időszakban nem csak az egyetemisták és főiskolások rohanják meg az albérletpiacot, hanem azok a fiatal munkavállalók, akik lehet, hogy évekkel ezelőtt voltak gólyák, az is lehet, hogy már nem is járnak egyetemre vagy főiskolára, viszont mindig ebben az időszakban fordul a bérleti szerződésük, mert aki most kiadó lakást keres, minimum egy évre ír alá. És azok, akik most néznek körbe a kínálatban, hogy van-e szebb, jobb vagy olcsóbb kiadó lakás, ők is, ha most megkötik a szerződésüket, vagy évekkel ezelőtt ebben az időszakban kötötték meg a szerződésüket, ilyenkor tudnak tovább költözni. Ez kettős hatással jár az albérletpiacon. Egyrészt kialakul egy nagyon erős szezonalitás, ami azt jelenti, hogy ezekben a hetekben, hónapokban nagyon-nagyon sokan keresnek kiadó lakást, adott esetben azok is, akik nem most kerültek be, például a Nyíregyházi Egyetemre, viszont az ő ingatlanuk, ahonnan kiköltöznek, bekerül a kínálatba, vagyis bővül a kínálat, így azok, akik kiadó lakásokat keresnek, nem csak azt látják, hogy egyre nagyobb a verseny a bérlői oldalon, de a bérbeadói oldalon is folyamatosan bővül a kínálat. Jelenleg több mint 14 ezer kiadó lakásból válogathatnak a bérlők országszerte, ami 21%-kal nagyobb kínálatot jelent, mint egy évvel ezelőtt. Az egy évvel ezelőtti állapot azért is érdekes, mert 2023-ban még nagyon erős volt az államkötvények magas hozamának az elszívó hatása az ingatlanpiacon, ami azt jelentette, hogy sok befektető nem is feltétlenül ingatlanban látta a jövőt, mert az ingatlan árak emelkedése lelassult, ez eleve már csökkentette az ő relatív magas hozamszintjüket, másrészt pedig a bérbeadásból származó hozamok is messze elmaradtak az államkötvények kamatszintjétől, ami gyakorlatilag kockázatmentes hozamot biztosít a befektetőknek, hiszen az államkötvény vásárlóknak nem kell attól tartani, hogy egy az ingatlanukba beköltöző bérlő lelakja a lakást, nem költözik ki, vagy nem fizet. Ilyen kockázatokkal az állampapírvásárlók nem szembesültek. Ez viszont azt a helyzetet eredményezte az ingatlanpiacon, hogy a vevők örültek ennek, hiszen kevesebb volt a konkurens egy-egy jobb eladó lakásra, viszont a bérlőknek meg ez fájó pont lehetett, hiszen ha nincs befektető, aki például bérbeadási céllal ingatlant vásárolna, akkor ez azt jelenti, hogy a kiadó lakást keresők is szűkebb kínálatból válogathatnak.
Ez a helyzet most változni látszik, és elkezdtek visszaszállingózni a befektetők az ingatlanpiacra. Ennek is köszönhető az, hogy a kiadó lakások kínálata ilyen nagyot ugrott az elmúlt egy évben, legalábbis az ingatlan.com adatai szerint. A nyíregyházi albérletpiacra is abszolút igaz az a kijelentés, hogy szerencsés helyzetben vannak azok a diákok, akik ebben a városban iratkoznak be felsőoktatási intézménybe, mert egyrészt a kollégiumi helyzet sokkal kedvezőbb, például amit a fővárosban tapasztalunk, ahova sokkal több egyetemista költözik, viszont a kollégiumi férőhelyek száma ezeknek az egyetemistáknak az arányában sokkal kisebb. Ez általánosan igaz egyébként mind a kelet-magyarországi, mind a nyugat-magyarországi nagyvárosokra, hogy ezek a nagyobb egyetemvárosok sokkal fejlettebb kollégiumi hálózattal rendelkeznek, mint például Budapest, így a diákoknak a lakhatásra fordítandó kiadásuk is alacsonyabb lehet, főleg azzal együtt, hogyha sokan kollégiumban tudnak elhelyezkedni. Természetesen az albérletpiacon viszont nem csak az egyetemisták és főiskolások mozgolódnak, és ez Nyíregyházán is egyre inkább érezhető. Vannak olyan a városba költöző munkavállalók, akik a magasabb jövedelem, nagyobb fizetés reményében költöznek például Nyíregyházára, viszont ők már saját jövedelemmel rendelkeznek, ami sokkal előnyösebb egy bérbeadó számára, mint hogyha egy egyetemistának vagy főiskolásnak adná ki az ingatlanát. Ebből a szempontból ennek is köszönhetjük azt, hogy a bérleti díjak például Nyíregyházán vagy Debrecenben igen magas szintet értek el, mert a munkahelyteremtő beruházásoknak megvan az az előnye, hogy nagyobb jövedelmet és nagyobb keresetet tudnak biztosítani az adott városban munkát vállaló fiataloknak. Viszont az árnyoldala közé pedig az tartozik, hogy ezzel együtt a lakhatási helyzeten is javítani kell, és egyébként ezt a piac szépen lassan lereagálja, tehát nő a kínálat szinte minden olyan nagyvárosban, ahol nagyobb beruházások történtek, de például egy ingatlan felépítése vagy a kínálat érezhető bővítésére akár évek munkájára van szükség, tehát ez rögtön nem tud megmutatkozni a bérleti díjakban, amik viszont a kereset kínálati szabályai alapján alakulnak ki. Tehát, hogyha a kínálat nem nő olyan mértékben, mint ahogy a kereslet növekszik, akkor ez azt is jelenti, hogy a bérleti díjak is feljebb és feljebb kúsznak. Ráadásul még egy érdekességet érdemes elmondani az albérletpiac kapcsán, hogy sokan már előrevetítették, vagy akár nagyobb albérletdrágulást is előrevetítettek az elmúlt évben tapasztalható magas inflációs környezet miatt, de a tapasztalatunk az, legalábbis amit az ingatlan.com-nál látunk, hogy a bérlakásoknak a kiadó ingatlanoknak a bérleti díja, azok leginkább a keresetek és a jövedelem alakulásával vannak párhuzamban. Ennek is köszönhető az, hogy hiába volt akár 20-22%-os infláció 2023-ban, az év bizonyos szakában, az ingatlanok bérleti díja nem nőtt olyan mértékben, mert azok inkább a keresetek változását reagálják le, abból adódóan, hogy a legtöbb bérlő az a fizetéséből, vagyis bérből és keresetből fizeti ki a bérleti díjakat, és a bérbeadók meg nagyon érzékenyek arra, hogy mennyit tud kifizetni a bérlő, hogyha ő is jó bérlőt akar fogni a piacon, mert egy jó bérlő a bérbeadó számára is aranyat ér, hiszen vigyáz az ingatlanra, a sajátjaként kezeli, határidőben fizet, és nyugodt szívvel rá tudja bízni élete vagyontárgyát, amit befektetésként tart nyilván. Ebből az is következik, hogy a bérbeadóknak nagyon érzékenyen nyomon kell követni a kereslet fizető képességét, mert ha például túlárazottan dobja piacra az ingatlan, és ez hetekig üresen áll, akkor még a nyíregyházi bérleti díjak mellett is egy több héten keresztül üresen álló ingatlan akár 100 000 forintokban mérhető veszteséget okoz a bérbeadónak, egyrészt azért, mert nem adja ki, másrészt pedig a közös költséget, a rezsiköltséget a bérbeadónak kell kifizetni a bérlő helyett. Ezért azt látjuk, hogy a bérbeadók abszolút pontosan és nagyon finoman lekövetik a fizetőképes keresletet az albérletpiacon, ami azért jó hír lehet a bérlők számára. Az ingatlan szakértő szerint annak ellenére, hogy országos viszonylatban olcsóbbak az albérletek a térségben, a hazai trendek itt is hasonlóak.
A 10%-os drágulás mellett ugyanis bővült a kínálat. Míg a tavalyi év hasonló időszakában 100-110 kiadó lakásból válogathattak a bérlők Nyíregyházán, addig jelenleg több mint 120 ilyen ingatlant kínálnak a piacon. Felderítésre és permetezésre is egyre több mezőgazdasági vállalat használ drónokat a szántóföldek fölött, de például a rendőrség is gyakran alkalmaz ilyen eszközöket mentési akcióik alkalmával. Használatukhoz azonban bizonyos képesítéseket meg kell szerezni, ezt biztosítja tavaly óta a Nyíregyházi Egyetem drónpilóta képzése. A múlt héten szerdán délután az érdeklődők látványos drónbemutatón ismerkedhettek meg a legfontosabb tudnivalókkal. Láthatunk majd, hogy milyen szép a kinyújtatása. A szórási szélessége körülbelül 8 és 9 méter közé tehető. Ereje és hangja is erőt fitoktató ennek a permetező drónnak, amelyet Nyíregyházán az erdei tornapálya egyik tisztásán reptettek a levegőbe szerda délután. A modern földről irányítható légijárműveket az ABZ Drón Kft. Mutatta be azoknak, akik érdeklődnek az alkalmazásuk iránt. A társaság és a Nyíregyházi Egyetem 2 évvel ezelőtt kezdett el közösen dolgozni. A felsőoktatású intézmény 56 éve képez klasszikus pilótákat, az együttműködés keretében pedig tavaly óta a drónpilóta képzés is elérhetővé vált. A Nyíregyházam immár 56 éve foglalkozik pilótaképzéssel. Ugye a klasszikus pilótaképzésről beszélünk, de a drónpilótaképzés is tulajdonképpen egy pilótaképzés jelent. A fő különbséget az jelenti, hogy itt a pilóta nem a járműben ül, mint a klasszikus esetben, de ugyanazokkal a felelősségkörökkel rendelkezik. Tehát ebben az értelemben ugye a jogszabályok egyértelműen előírják, hogy ki, hogyan és milyen körülmények között használhat drónt, és hogyha valaki ezt mezőgazdasági célokra kívánja használni, ehhez pedig további jogosítványokat kell szereznie. Ez a és alapvetően erről szól, hogy ezeket a jogosítványokat megszerezhesse az, aki drónpilóta képzést, illetve drónpilóta szeretne lenni, és ezt szeretné alkalmazni a mezőgazdasági termelésben. Ez a szakmai munka már évek óta elindult, és alapvetően ez egy közös képzésről szól. Az ABZ Drón, mint a képzés tulajdonosa, itt a nyíregyházi térségben, Nyíregyháza környékén, a Nyíregyháza Egyetemmel együttműködve végzi a drónpilóta képzést. Nyíregyháza Egyetem ehhez a szakértelmet, a helyszíneket biztosítja, és természetesen minden olyan szakmai hátteret, ami szükséges a képzéshez. Ezen túl természetesen igyekszünk új alapokat is teremteni az együttműködésre, a későbbiekben terveink szerint kutatási együttműködésben is együtt kívánom majd működni a céggel. A drónpilótákat a műveleti kategóriák alapján kategorizálhatjuk, így létezik nyílt, speciális és engedélyköteles kategória. Ezek megszerzését biztosítja a Nyíregyházi Egyetemen a drónpilóta képzés. A Nyíregyházi Egyetemmel több éves együttműködésünk van most már. Ugye az ABZ Drón Kft. Talán már több mint 8 éve foglalkozik pilóta nélküli légijárművekkel, és köztük természetesen az oktatással is. A Nyíregyházi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodásunk keretében lehetőség mutatkozik arra, hogy ezeket a képzéseket már a Nyíregyházi Egyetemen is el tudják végezni az érdeklődők. Fontos megemlíteni, hogy a képzésekre vonatkozó tanterm és vizsga követelmények folyamatosan változtak, alakultak, és most már azok az akkreditált képzések, amelyek kötelezőek a permetező drónok használatához, ezeknek a képzéseknek az elméleti része akár már online is lehallgatható. Természetesen a gyakorlati oktatásoknál, így az együttműködés keretében, itt Nyíregyházán is lehetőség nyílik. Hogyha lényeg információkat veszük, hogyan kategorizálhatóak a drónpilóták? A drónpilótákat kategorizálni tulajdonképpen talán a műveleti kategóriák alapján lehet. Az EU jogszabályi keretrendszere 3 műveleti kategóriát határoz meg, ez a nyílt, a speciális és az engedélyköteles kategóriák. Nyílt kategóriába tehetők tulajdonképpen azok a drónpilóták, amelyek általában monitoring drónokat használnak, viszont nagyon fontos, hogy itt is egy megfelelő kritériumrendszert kell betartani minden távpilótának. Hogyha valaki már permetezni szeretne az eszközökkel, ugye itt már nagyobb eszközök beszélünk, nagyobb hatótávolsággal, nagyobb maximális felszálló tömeggel és akár permetszernek a kijuttatásával, ez már speciális kategóriába tartozik, és azok a képzések, amelyek most már így a Nyíregyházi Egyetemen is elérhetők a távpilótáknak, ezek a képzések lehetőséget adnak minden jövendőbeli távpilóta részére, hogy majd növényvédelmi drónpilótává váljon, tehát tudjon ilyen permetező drónokat alkalmazni a jövőben. Nagyon fontos dolog, hogy egyszerre nem csak egy hasznos teher tehető rá, hanem lehet látni, hogy most jelenleg van rajta 4 darab.
Egészen pontosan egy hagyományos RGB kamera, egy termálkamera, egy 130 decibel hangerőségű távbeszélő és egy rendőrségi fényjelző is helyet kapott ezen a drónon. Ezt a modellt így felszerelve főként kutatásmentési feladatokra használják, sokszor veti be például a rendőrség is. A drón bemutatón összesen 5 monitoring és beavatkozó drónt láthatott a közönség, ezeknek az értéke összeadva a 15 millió forintot is meghaladja. Monitoring drónok, illetve beavatkozó eszközök is bemutatásra kerülnek, hogy a monitoring drónnak nevezzük, amivel információt szerzünk. Mezőgazdaság tekintetében érdekesség, hogy már használtunk úgynevezett multispektrális kamerákat, amelyek képesek a nem látható színtartományt is rögzíteni. Tulajdonképpen egyfajta indikátor ez nekünk a vegetáció állapotára vonatkozóan. De természetesen bemutatunk majd olyan egyéb kamerával felszerelt eszközöket is, amely nem csak a mezőgazdaságban, hanem akár az iparban is használható. Ezen kívül be fogjuk mutatni a permetező drónt, ez a DJI Agras T50-es típus névre hallgat. Elmondható, hogy ennek a termékgyártónak jelenleg az európai piacon a legnagyobb terméke, legnagyobb permetező drónja, amelynek a hektár teljesítménye óránként akár a 21 hektárt is elérheti. Éppen ezért is alkalmazza egyre több mezőgazdasági vállalat ezeket az eszközöket a szántóföldi növénykultúrában. Ehhez azonban bizonyos képesítésekkel rendelkezni kell. A monitoring drónok esetén elegendő lehet egy A1-A3 kompetencia tanúsítvány megléte, illetve bizonyos területek esetében eseti légteret kell igényelni. A permetező drónoknál egy kicsit összetettebb a helyzet, ugyanis azoknak, akik ilyen gépeket szeretnének alkalmazni a gazdaságukban, vagy szolgáltatni szeretnének, azoknak azonos kritériumoknak kell megfelelniük. Két fontos képzést kell elvégezni, az egyik a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyam, a másik pedig a NEBIH által akkreditált növényvédelmi drónpilóta szakképzés. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Új műsorral legközelebb jövő hétfőn várjuk Önöket. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!